sikeres Bács-Kiskun megyei embereket bemutató helyi arcok rendezvénysorozat keretében Supka Éva ezúttal Pócsik Olga festőművésszel beszélgetett, a fiatal és sokoldalú tehetség életéről, munkásságáról, céljairól és vágyairól. A tiszakécskei Arany János Művelődési Központban megtartott rendezvényen először a kezdetekről beszélt a művésznő. Hát, azt szoktam mondani, és kicsit ez olyan közhely, de tényleg az óvodába indult az egész történet. Egyfolytában királylányokat rajzoltam, bérbe is, tehát sokszor így mindenki kérte, hogy én rajzoljak neki, és én megállás nélkül rajzoltam. És tényleg így onnan indul a történet. Pócsik Olga nem csak egy kiváló festőművész, hanem édesanya is. Arról is beszélt a rendezvényen, hogy mennyire változtatta meg a képi világát, festészetét az anyaság. Kisfiam van, és elkezdtem nagyon kéken festeni, ezek a türkizes színek, ezek abszolút zsombikával jöttek az életembe, tehát színekben éreztem a változást. Hát kevesebb időm van, tehát azt azért, hogy leköti rendesen, úgyhogy... Igen, tehát úgy megváltoztatta, meg úgy azért nagyon át kell gondolnom, hogy mikor ragadok ecsetet, hogy ő se ragadjon meg a hás. Van, amikor kifejezetten azt érzed, hogy most éppen a kisfiadra gondolsz festészet közben? Tehát amikor, vagy megint csak jön egy ilyen belső tódulat, ami aztán ráfröccsen a vászonra? Nem, azt nagyon várom, hogy festhessek. Tehát maga ez, tehát egy tényleg olyan... Úgy örülök, hogy végre ecsetet tudok ragadni, és van rá egy kis időm, tehát inkább nagyon átgondolom, hogy most akkor tényleg tudok erre időt szánni, és akkor most jönnek a dolgok, de nehezebb most ezzel így foglalkozni. Kik az idézőjel kérdezem a mestereit, tehát vannak-e olyan példaképek, akik azért ugye előtted nagy tanárnak számítanak, nagy mesternek, akiknek ugye munkásságát valamilyen módon respektálod? Hát valahol, tehát nagyon sok hatás éri az embert folyamatosan, meg főleg ebben a mai képdömpingben, ami árad ránk mindenhonnan a mindenféle oldalakon, internet, stb. Tehát tényleg úgy nagyon régen, tehát akik úgy nagyon hatottak rám, szerintem Kandinsky, tehát az expresszionisták, az absztrakt expresszionisták, akik nagyon, hát természetesen rajongtam én is Van Goghért, meg Miró, aki úgy, tehát akik színekkel szóltak végül, és akik igazán színekkel, azok a nagy mesterek. A képeimben egy kicsit fel lehet fedezni a Grosz Arnoldos vonalat, bár ugye ő grafikus, de az a fajta játékosság, ami az ő képein ott van, ezek a kis házakban az emberkék, ez nálam is ott van. Igen, tehát, valahogy egy kicsit sokszor mondják, hogy egy kicsit olyan Grosz Arnoldos. Igen, én éppen nála láttam, és akkor fogalmazódott meg bennem ez, hogy egy kicsit ilyen olaszos ez a stílus, hogy ez a képi világ, mintha ezt az olasz kultúrától hoználnénk, ezt a mediterrán, a színekben, a formákban, az arányokban. Igen, valahol egyébként ott van, főleg azért, mert tényleg ez a, én is ilyen mediterrán típusú embernek gondolom magam, meg úgy tényleg azok a városok, a mediterrán kisvárosok nagyon nagy hatással voltak rám, és tényleg így lehet, hogy ezért is. A katedra mögött mennyire tudod a gyerekeket? Hát nem akarok csúnya szót használni, hogy megfertőzni, de talán ezt a szó szép értelmében kérdezem azzal, amit te csinálsz. Tehát mennyire lehet őket lelkesíteni? Szerintem nagyon lehet. Nehéz dolga van a művészeti tanároknak, mert valahol egyébként úgy háttérbe van szorítva sokszor, vagy úgy vannak vele a diákok is, hogy hát ez ilyen töltelék dolog, meg... De meg lehet fertőzni őket, és jó eszközöket kell adni a kezükbe, és jó irányt mutatni. Én azt látom, hogy például pont ma volt egy ilyen diáknapi rendezvény, és ilyen nagy sütögetés volt az iskola udvaron, és közben mindenki csinálta a saját kis dolgát, viszont felállítottunk egy
tizenpár festő állványt, és vártuk oda a diákokat, hogy aki szeretne élményfestésben részt venni, az jöjjön, és folyamatosan jöttek, és tényleg, és nem tizen, hanem legalább egy 20 gyerek festett, és annyira örömmel, és tényleg jó volt nézni, hogy jó eszközök kellenek, és jó irány. Neked nagyon tehát fontos. Tehát lehet őket, bocsánat, tehát lehet rájuk hatni nagyon. Kapcsolódik szinte, úgyhogy ha folytathatod is azzal, mert azt gondolom, hogy aki ismert téged, azt tudja rólad, hogy nagyon fontos neked az ifjúság, mint utánpótlás, a nevelése, és az, hogy gyakorlatilag bennük is megfogalmazódjon egy olyan művészi, vagy művészet iránti érdeklődés és igény, olyan belső igény, ami azután sokkal szélesebb világra tudja nyitni az ő szemüket, lelküket. Én úgy gondolom, hogy fontos nagyon, hogy hassunk a gyerekekre, és nem feltétlenül a művészetbe kell, hogy ez kijöjjön, de ez viszont ezzel az eszközzel nagyon lehet élni. És például a médiaórákon, a filmekkel, a mindenféle, tehát az, hogy ők legyenek kreatívak, és a saját kis életükbe tudják belevinni ezt a kreativitást. Vagy például én mindig azt mondtam az én osztályomban, amikor volt, hogy teljesen mindegy, hogy mit csináld, abban legyél nagyon jó, és próbálj meg abba tehetséges lenni, és tényleg találd meg azt, amiben tényleg az vagy, és élvezd, és akkor egy életen keresztül tudsz boldogulni ezzel. Nem érzed-e azt időnként, hogy nyilván látva a próbálkozásokat, kísérletezéseket, amit például a fotós társadalom már megfogalmazott, hogy ugye mindenki, fotózni mindenki tud már. Nyilvánvalóan a festészetre is nagyon sokan foglalkoznak, és már nagyon sokan kiáltják ki önjelöltként is művésznek magukat azáltal, hogy valamit raknak a vászonra, és az már művészetnek számít. Tehát hol kezdődik a művészet a te látásmódodba, a te érzelemvilágodba? Mi az, ami egy festőt művészé emel? Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. és nagyon, igen, tehát én abszolút úgy vagyok vele, hogy rám kell, hogy hasson valami. Tehát, hogy amit, és igen, tényleg nagyon sokan vannak, és nagyon, talán egyébként sajnos az kell, hogy igen, sokan próbálkoznak a festéssel is, de egyre kevesebben, én szerintem ez egy kicsit már úgy ebbe inkább tényleg a fotó az, ami most már úgy önkifejezési eszköz jobban. De hogy mitől lesz valaki művész, tényleg erre sokan próbálnak válaszolni, szerintem én is így sokat szoktam ezen gondolkodni, hogy mitől válik azzal valaki, de én azt gondolom, hogy azzal, hogyha az emberekhez szól, és úgy tud szólni a munkái által, hogy valamit okoz, teljesen, tehát hogy olyan érzéseket tud okozni, amivel úgy az ember úgy több lesz. Lehet, hogy nem pont a szépség, amit ő közvetít, vagy de az, hogy mit közvetít, az már más kérdés, és hasonl ránk. Nyilvánvaló, hogy nem maradhatunk közömbösek. Igen. Mert valamilyen módon ez egy nagyon szubjektív dolog, hogy kire milyen igen. hatással lesznek igen. bárkinek a képei. Nyilván Van Gogh, vagy Munkácsi, vagy Szinyei Imre se egyformán csapódik le az emberek fejében, lelkében, mint ahogy nyilván a te képeid láttán is, ez teljesen természetes. De mégis azt gondolom, hogy az a fajta különlegesség, az a fajta misztikum, ami a te képi világodban megjelenik, erre ugye fölfigyelt a szakma, ha szabad ezt a művésztársadalom ilyen módon kifejezni. Nagyon sok kiállításon is túl vagy már. Mik a legemlékezetesebbek? Merre jártál? Merre mutattad már meg magad? Hát több felé, de Budapesten volt már. Ami nagyon emlékezetes, Gyergyószent Miklóson volt, Vásárhelyen, Hódmezővásárhelyen. Az, hogy melyik mindegyik másért emlékezetes, ezek így mindig olyan jó emlékek. És meg érdekes dolog megmutatni magam. Tehát, mert valahol az elején, amikor így elkezdtem ezt a festészetet, akkor mindig azt gondoltam, tehát olyan rossz nehéz volt az a dolog, hogy,
megmutatni magam, hogy tényleg most így, mint hogyha úgy szokták mondani, hogy tényleg így a lelkemet kitárni, hogy tényleg úgy másoknak megmutatni. Tehát ez nehéz az elején szerintem. Most már úgy annyira nem zavart az elején nagyon, olyan furán éreztem magam egy megnyitón például. Igen, mert általában azt szoktuk mondani, hogy a nagyszerű emberekben megvan az a fajta egyszerűség és az a fajta alázat, ami nem is gondolnak arra, hogy milyen módon mutassák meg magukat. Tehát festesz elsősorban a magad örömére, ami aztán nyilván kitárulkozik mások elé, és te vagy talán legjobban meglepődve, hogy az milyen pozitív életérzéseket és milyen pozitív gondolatokat indít el abban a közönségben, aki éppen látja te munkáidat. Hogy kell elképzelni a te napodat? Le tudsz ülni úgy mondjuk egy festményhez, vagy egy alkotás megszületések közben, hogy leülsz és készre gyártod, vagy mindig pöttyintesz rá valamit veled közben? Olyan, én nem tudok úgy, hogy most leülök és csak azzal a festménnyel foglalkozni, hanem folyamatosan dolgozok rajtuk. Tehát, hogy úgy tényleg, mivel hogy tényleg mondjuk ez az akril, meg az olaj is olyan, hogy folyamatosan lehet rá dolgozgatni, ezért az akvarelnél van az, hogy az nem olyan sok üléssel van kész, meg az annál jobb, hogy minél frissebb. Tehát ott nem igaz ez, de egyébként folyamatosan dolgozgatok rajtuk, mindig úgy, amikor úgy kedvem van, amikor úgy azt gondolom, hogy most ez a kép jön, és ezen szeretnék dolgozni. Időben mikor? Én nem vagyok egy ilyen éjszakai bagoly, nem, tehát abszolút művészek nem. Művészek általában éjszakai. Pedig igen, én nem tudok. Én inkább délelőtt tudok valahogy, úgy akkor vagyok úgy frissebb, vagy nem tudom, tehát úgy akkor tudok. Volt már a műhelyedben veled a kisfiat, tehát mondjuk az egyik kezedben a gyerek, a másikban az ecset? Nagyon érdekes, hogy ez a szocializáció, hogy hogyan nő fel, és tényleg, hogy ez mennyire hat. Megismeri a képeimet, hogyha most volt egy kiállítás, ahol többen voltunk, tehát több művésznek voltak a képei, és anyja is mutatott a képekre. Mennyi idős? Másfél éves, és abszolút így levágta, hogy melyik az én festményem. És az is érdekes, hogy otthon is, hogyha én nálam lát egy csatát, akkor tehát ő is akar, és ő is mutatja, hogy ő is most már meg felfedez a képekbe dolgokat. Tehát mondja, hogy néni, meg most kezd beszélni, és hogy tényleg így felismeri azokat a dolgokat, amik egyébként kicsit absztraktak. Én nem is gondolnám, hogy mondom, hol látod, és így tényleg ott van, amit ő így észrevesz rajta. Úgyhogy érdekes. Ez nagyon jó érzés, hogy őt így látni, hogy... Genetikailag kódolva van már, úgy tűnik. Igen. Szám szerint úgy mennyi képet halmoztál fel, amióta festesz, és mióta is festesz tulajdonképpen így húzamosan? Hát rengeteg. Tehát anyukáméknál a padlás, az tele van, így mondják is, hogy rengeteg. Tehát ugye a tanulási folyamat részeként is, tehát a tanulmányok, amik ott nagyon sok, rengeteg van. De az is érdekes, hogy nagyon sok helyen vannak már képeim, és hogy mennyire új életet élnek nélkülem, és hogy kicsit úgy más helyeken élnek, hogy hogyan. Tehát sok helyen vannak már. Aki szeretne többet megtudni Pócsik Olga munkáiról, nézze meg a művésznő honlapját a www.olgagallery.hu címen, vagy keresse fel a Pócsik Olga Art Gallery oldalt a Facebookon.